Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm a Szárszó TV nézőit, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről az első fél évről újra beszámolhatok a település lakóinak. Mint azt mindannyian tudják, hogy az előző tanévet rendkívüli módon fejeztünk be, mert tantermen kívüli digitális munkarend volt az előírás számunkra, és szeptemberben nagyon nagy örömmel tértünk vissza az iskolába, hogy újra tantermi oktatás keretében tudjuk a tanítványainkat oktatni. A korábbi alkalommal is már beszámoltam arról, hogy ennek a tantermi oktatásnak, hogy ez biztonságban zajlódjon, nagyon sok feltétele volt, amit mi maradéktalanul igyekeztünk és igyekszünk a mai napig betartani. Ezek közé a rendkívüli intézkedések közé tartozik az, hogy a tanítványaink, attól függetlenül, hogy alsó vagy felső tagozatosok, a tantermeken kívül, a közösségi tereken csak maszkot használva tartózkodhatnak. Minden iskolába lépésükkor reggel, amikor érkeznek, akkor a tanítványainknak mérjük a testhőmérsékleteit, a bejárati ajtónál kézfertőtlenítőt kell használniuk, és úgy gondolom, hogy a szeptemberi tájékoztatás óta teljesen tisztában vannak azzal, hogy a kézmosás mennyire fontos számukra azért, hogy a járványveszélyt a leginkább el tudják kerülni, és éppen ezért a mosdókban folyamatosan fertőtlenítő hatású szappanok vannak kihelyezve. Mindannyiunk számára ez elég nagy feladatot ró, hiszen reggel a gyerekek érkezésétől 7 órától kezdve mindig kell, hogy legyen felnőtt felügyelet a bejárati ajtónál, aki méri a gyerekeknek a testhőmérsékletét. Amikor becsengetnek a tanítási órákra, akkor a technikai személyzet fertőtleníti a korlátokat, a villanykapcsolókat, a kilincseket. Amikor eljön a szünet, akkor azokban a termekben, ahol vándorlás van, ahol a következő órára egy másik osztály érkezik, ott fertőtlenítés zajlik, és ezt már nem csak a takarítóink, hanem a takarítóink kívül a karbantartók és iskolatitkárok is végzi, iskolatitkár is végzi, és sokszor még a pedagógusok is besegítenek ebbe a munkába. Nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy a kollégák közül november 25-én is és december 2-án is az önkéntes szűrés alkalmával teljes létszámban részt vettünk, mindannyian részt vettünk. Egyetlen egy pedagógusunk lett november 25-én pozitív. Rögtön a szűrést követően ő neki el kellett hagynia az épületet, és a következő naptól kezdve már az osztálya is tantermen kívüli oktatásban vett részt. Sajnos tanítványaink közül néhányan vagy kontaktszemélyek voltak, vagy pedig ők saját maguk produkáltak tünetek után pozitív tesztet, ezért volt olyan, amikor több osztályunk is karanténban volt, sőt 4 vagy 5 napig volt olyan, hogy a felső tagozatos kollégáink közül, akik kontaktszemélyek voltak, 6-an is hiányoztak. Ez volt talán az elmúlt időszakban a legnagyobb teher, ami az iskolára hárult, viszont a kollégáim abban a pillanatban, amikor a Facebook csoportban én közzétettem azt, hogy kik nem jöhetnek, rögtön mindannyian a zongora, a tanárnő, a fuvola, pedagógus, a kürtöt tanító kollégáim, a délutáni napközések, mindenki azonnal jelentkezett, hogy ők jönnek reggel, és felügyelik a gyerekeket. Az otthon karanténban lévő kollégáim pedig küldték nekik a feladatokat, hogy zökkenőmentesen tudjon a tanítás bonyolódni. Ami még egy picit nehézséget okozott, hogy egy tanítványunknak a szülője, aki az iskolai konyhán dolgozik, szintén ő miatt a karanténba került a teljes konyhai dolgozó stáb, aminek eredményeképpen 4 napon keresztül máshonnan, más településről kapták a tanítványaink az étkezést, amit nagyon korrekten, és most is szeretnék megköszönni a polgármester úrnak, az önkormányzatnak, hogy ezt megoldották, és hozták nekünk mindig időben, maradéktalanul, jó minőségben. Ennek igazából az volt csak a nehézsége, hogy amikor ideért, akkor mindegy volt, hogy a gyerekeknek órájuk van, hol vannak, akkor kezdjük el az étkezést, hogy melegen kapják a gyerekek az ételt. Nem engedtük őket egy helyre, több helyen bonyolítottuk ezt az étkezést, illetve hogy amikor az étkezés befejeződött, akkor a maradékokat is valahova el kellett helyezni. Hát ebben is iskolatitkár, takarító, karbantartó, pedagógus, mindenki közreműködött. Én úgy gondolom, hogy egy olyan jó csapat van ebben az iskolában, akik, amikor nehézség van, feladat van, probléma van, akkor nem azon siránkoznak, hogy mi is az a probléma, hanem az, hogy ezt a dolgot hogy tudjuk megoldani, hogy tudjuk orvosolni.
Egy picit fáj nekünk az, hogy jó néhány őszi programunkat nem a megszokott módon tudtuk lebonyolítani. Már ugye az október 6-ai megemlékezés is online módon történt, mindenki csak a saját osztályában tekintette meg a tanulótársai által készített megemlékező műsort. Ugyanígy volt ez az október 23-ával is. Akkor azért mindenképpen a szereplő gyerekekkel elmentünk, és a koszorunkat elhelyeztük a településen lévő emlékműnél. Aztán sajnos elmaradt a nagy készülődéssel, nagy közösségteremtő erővel bíró jótékonysági vásárunkra való készülődés és jótékonysági vásár. Sajnos a karácsonyi műsorunkat sem tudtuk a szokott módon a templomba megtartani. Igyekeztünk természetesen azért a tanítványainkat kárpótolni ezekért az elmaradt események miatt, hogy december 3-án télapó napján a tankerülettől kapott télapó csomagot a 7-es tanítványaink krampusznak, télapónak beöltözve kiosztották az alsó tagozatos tanulóinknak. A karácsony előtti utolsó napon pedig 18-án egy ilyen kreatív szendvicskészítő versenyt szerveztünk a tanítványainknak, amihez a hozzávalókat közös pénzből vásároltuk meg. Minden osztály aztán elkészítette a maga kis izgalmas szendvicsét, amit a nem osztályfőnök kollégák zsűriztek, és a gyerekeket mandarinnal, illetve szaloncukorral jutalmaztuk. Nyilván a tanév zajlik, szerencsére most már teljes létszámban vagyunk, tehát 8-9 gyerek hiányzik csak, ami egyébként is ugye elő szokott fordulni. Egy-két olyan családunk van, ahol a családban olyan beteg van, ami miatt kérte a család, hogy a gyermekük otthonról tanulhasson. Természetesen ezt az iskola biztosítja, és minden segítséget megadunk annak érdekében, hogy a tanulónak a felzárkóztatása, de egyáltalán a haladása a gyerekekkel együtt a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Jönnek ugye az új programok, itt a január 22-én befejeződik az első fél éve a tanévnek, a 2020-2021-es tanévnek. A rákövetkező napon, 23-án fogják tanítványaink a központi felvételi írásbelit írni. Nem kell, hogy abban az intézményben, amelyik intézményben tanulni szeretne, mindenki maga választotta meg, hogy hova megy, megírni ezt a központi felvételét, és a 24 nyolcadikason közül 17-en vannak olyanok, akik ezen a 23-ai központi felvételin megmérették magukat, hogy milyen eredményt sikerül nekik aztán majd magyarból vagy matematikából elérni. Ebben az évben is új kollégákkal indult a tanévünk, ugye matematika, kémia szakos, matematika, ének szakos pedagógus házaspár érkezett közénk, illetve ugye egy új magyar szakos kollégánk van, ők hárman azok, akik kívülről érkeztek az iskolánkba, és ugye van két kolléganő, aki pedig a Köcsei tagintézményből került hozzánk. Feladatunknak tekintettük, és azt gondolom, hogy meg is tudtuk oldani az ő segítésüket, hogy megismerjék minél mélyebben, minél jobban a mi iskolánkban zajló szokásokat, hogy be tudjanak illeszkedni. Nagyon örülünk annak, hogy mindegyik kollégának az a véleménye, hogy jól érzi magát, be tudott illeszkedni, elfogadta a mi gyerekeinket, ahol ugye vannak jó képességek, vannak gyengébek, és vannak olyanok, akiknek a magatartásán is kell egy kicsit csiszolgatni, de nagyon jól beilleszkedtek, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy stabil tanerő, szakos tanerő van az iskolánkban. Az iskolában azért természetesen zajlanak különböző versenyek is. Évek óta a gyerekeink a Bendegúz levelező versenyen vesznek részt. Már több éve Csehi Andrea Ágnes kolléganőnk az, aki ezeket a versenyeket összefogja, kiosztja a feladatokat, összegyűjti, és aztán évvégén ugye az értékelés lebonyolításában is a segítségünkre van. Ezek a levelező versenyek most is tudnak azért zajlani. Aztán volt egy Kán Károly természettudományi verseny, ahol egy tanítványunk, Geiger Balázs, 7. osztályos tanítványunk a Somogy megyei megmérettetésen 3. helyezést ért el. Az ő felkészítő tanára Czakler Vivien kolléganő volt. És még egy nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy olyan esemény volt, olyan versenyeredményünk, amire méltán lehetünk büszkénk. Koncz Gál Anna a Csupor László fafúvós dunántúli regionális versenyen 2. helyezést ért el az egyes korcsoportban, amiben ő indulni tudott. Az ő felkészítő tanárai Weiss Márkus Kata és Péterdi Gabriella.
Azért is örülünk nagyon ennek az eredménynek, hiszen a tanítványunknál pedagógus váltás történt, és ennek ellenére a nagyon szorgalmas és tehetséges tanítványunk fel tudott erre a versenyre készülni. Miközben még az ugye nehézséget okozott a negyedikes tanulónknak, hogy ez a verseny is online zajlott, tehát úgy kellett neki teljesíteni, hogy igazából a zsűri, a nézők, tehát nem voltak ott. A kísérője, a zongorást kísérte Koncz Gálné Gas Emese, a kislánynak az édesanyja. Szeretettel köszöntöm a kedves zsűrit, a versenyzőnk Koncz Gál Anna, első A korcsoport műsora, Köhler G-dur etüd és Grecsaninov tréfa. Azért örülünk neki, hogy ezeket az eseményeket le tudtuk bonyolítani, azért valami mégiscsak színesítette a tanítványainknak ezt az elmúlt 2-3 hónapját is. Sajnos nem csak az eddigi események, hanem a további események is kérdésesek, hogy hogyan tudjuk őket bonyolítani. Ugye a 8-as tanítványaink számára a farsang mindig egy nagyon jó csapatépítő lehetőség, egy olyan, amikor úgy jól érzik még magukat a gyerekek is, illetve ugye mi pedagógusok is már évek óta mindig valami kis tánccal lepjük meg a gyerekeket és a gyerekeknek a szüleit, akik eljönnek közénk a farsangi délutánon. Sajnos ez a farsang ebben az évben már egész biztos, hogy nem így fog zajlani. Próbáljuk azért ezt majd úgy megoldani a gyerekekkel, hogy azért mégis egy emlékezetes délután legyen, de osztálykeretben, te a délután jelleggel fog ebben az évben ez biztos, hogy lebonyolódni. Azt gondolom, hogy a tévénézők közül mindenki tudja már azt, hogy a mi iskolánknak a tanév során az egyik legnagyobb eseménye a költészet napja. Sajnos most december 3-án József Attila halálának évfordulóján nem tudtuk a házi versenyt megtartani, mert olyan sok tanítványunk volt beteg, vagy akkor, vagy éppen a felkészülési időszakban, ami az ő teljesítményükre negatívan hatott volna, ezért úgy döntöttük az osztályfőnökökkel, magyar szakos kollégákkal, hogy ezt a válogató versenyt január 25-én, hétfő, miután már túl vannak a 8-asaink a központi felvételén, akkor fogjuk megtartani, és arra fogom kérni a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központot, aki ennek a versenynek a támogatója, akinek a versenynaptárában a versmondó verseny megyei döntője szerepel, hogy ellentétben az elmúlt évvel, amikor ugye nagyon gyorsan jött az, hogy március 13-án megtudtuk azt, hogy 16-ától online oktatás, nem tudtuk a versenyt magát online módon megszervezni. Most szeretnénk ezt így lebonyolítani, hogy az elődöntőket is márciusban megtörténjenek online módon, amennyiben nem lesz arra lehetőségünk, hogy személyes találkozással tudjuk ezt megoldani. Illetve magát a költészetnapi megemlékezést is szeretnénk, és a megyei döntőt is. Tehát úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban már mindenkinek
mindenki magáévá tudta tenni ezt a módot, hogy online mód. Még azok is, akik először, én azt gondolom, hogy azért többen idegenkedtünk ettől a dologtól, mert jobban szerettük a személyes találkozást, de most már látjuk azt, hogy ez is működik. És úgy gondolom, és ez a döntés már a tantestület részéről is megszületett, hogy szeretnénk idén a költészetnapi megemlékezésünket a magunk módján nyilván egy picit változtatva, de mégis megfelelő keretet adni ennek az eseménynek. És hát ugyanakkor azért nagyon bízunk abban, hogy ha előbb nem, de legalább a tavaszi szünet után, tehát vissza tud állni egy picit a tantermi oktatásunk, az iskolában való tartózkodásunk a normál rendre, de nyilván az számunkra a legfontosabb, hogy a dolgozók, a tanítványokon keresztül a szülők, a családok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, és ennek érdekében teszünk meg mindent itt az iskolában.